Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma ismét egy videót fog leforgatni nektek. Itt igazából egy olyan témával, amiről nem akartam videót csinálni, mert azt hittem, hogy van pár embernek esze. De sajnos nincsen. Szóval itt ebben a videóban el fogok magyarázni egy-kettő dolgot, amit szerintem alapvetően, ha egy gazdasági szerverre jöttök fel, akkor tudnotok kéne, de úgy látszik sok ember nem tudja. Na mindegy, arról beszélek ugye, hogy a Silver Clubon lejjebb lettek véve az árak egy csomó minden dolognak, de viszont feljebb is lettek véve. És egy csomó dolognak lett ára, amikor még előtte nem volt, mert nem lehetett eladni, vagy venni, vagy valami. Szóval most egy kicsit megváltozott az egész. Nézzünk be. Szóval itt van, hogy bolt, ugye? Előbb elírtam. És itt van ugye, hogy először egy mérnökség, szóval menjünk sorba. Ugye mérnökségnél ugye tele lettek ilyen dolgok, és itt van hopper vége, ugye, ami eddig nem volt. És lehet venni 100 000-ért, ugye egy darabot, ugye, igen, kicsit drága, de hát annyi, 64 nem is kell szerintem, majd meglátjátok miért. Aztán van egy gyapjú, bejött egy gyapjú bolt is, igazából csak gyapjút tudtok venni, mindenféle színnel, ennyi igazából. Aztán, na, assassin, ott nagyon sok minden megváltozott. Az assassinnál, ugye a Blaze Rod, minden darabja 9000 lett. Ez nagyon növekedett, hisz az előzőnél azt hiszem 6000 volt, vagy mennyi. Szóval most 3000-rel több lett, ami jóval több. Magma krém igazából az is sok. Az Ender Pearl az azért nem olyan sok, mert az könnyen lehet farmolni. Szóval annak a farm megépítése úgymond, képzeljétek el, hogy csak annyit kell csinálnatok, hogy leessen az Enderman. Ennyi a farm. Szóval azt könnyű megcsinálni, magyarul könnyű a farm. Azért ilyen olcsó az Ender Pearl. Szóval Spider Eye igazából 2000 nem a legjobb, de hát kezd, majd elmondom, hogy hogyan kéne szerintem felépíteni ezt a gazdaságot, mert sok ember nem tudja. Csak így is spawnerekkel. Na. Szóval itt van minden igazából, és meg a puskapor, ami tényleg ami nagyon jó, 7000 eladása van. A többi azt hiszem az inkább ilyen gyengébb, ja, azokat meg sem nézzük. Szóval a fatelep, igazából ott nem változott túl sok minden. Növényes, ott viszont változott, szóval csomó mindenki lett véve, nagyon sok minden. És tök magok egy kicsit, hát azt hiszem tök mag az eddig nem volt, szóval 150-et el lehet adni. Ha csináltok egy nagyon nagy farmot, az soknak számít. Szóval igen, melon seedset is el lehet 150-ért szintén. A búza azt hiszem az igen, az 700, az tök jó. És ugye itt van a kaktusz. Szóval 1500. Gyerekek, ha feljöttök a szerverre játszani, ez legyen az első dolgotok, csináltok egy kaktusz farmat. Higgyétek el, hogy ha csináltok egy jó nagyot, igazából telkekre, akkor azzal tudtok ám farmolni, és akkor el tudtok kezdeni gyűjtögetni a ládákhoz. Ugye a ládák azok itt nagyon fontos téma, úgymond, itt a gazdaságban. És utána majd mentek a spawnerekhez, ugye. Szóval ez a kettő dolog kell. Főkép nekünk ugye egyenlőre. Majd elmondom, hogy mi van azok után. Szóval kaktusz farmát kéne szerintem kezdeni, vagy hasonló, szóval valami itt a növényesnél. Szóval higgyétek el, itt megéri, szóval ez valamivel el kell kezdeni. Ha megvan, szóval megvan a ládákhoz a kulcs, vagy ha türelmesebbek vagytok, és nagyobb farmat tudtatok összehozni, akkor bentek ide a spawner, és akkor vesztek mondjuk egy tehén, vagy egy gyengébet, szóval nem kell egyből ígé. Minek ígé egyből? Veszel egyet, semmit nem fogsz vele az égvilágon élni, elmondom neked. Fogod és kitörlöd vele a seggedet, kb. Ennyit fogsz élni az egy ígé spawnerrel. És akkor itt jön a sok ember vitája, hogy jaj, egy darab 200 millióba kerül, hát már semmi értelme nincsen a szervernek, el lehet baszva izéhozé. Elnézést a szóért. De tényleg, gyerekek, azért ennyi gyerekesek ne legyünk, jó? Szóval itt van még, hát nem tudom, 13 féle spawner, mindegyiket lehet használni gazdasághoz. Mindegyiket. Mindegyiket. Itt a creeper is, szóval 100 millióba kerül, fele annyi, mint az IG, és jobban fizet. Magyarul akkor mi akarná egy IG-t csinálni, ha creeper jobban fizet? Oké, és hogy az IG az, az több vasat ad, ugye a creeper meg csak egy puskaport, de annyival azért drágább a IG. Szóval sok ember nem tudja, hogy hát miért ilyen drága az IG, ha mondjuk a puskapor drágább, mint a vas. Értitek, mit mondok? Hát azért, mert a Iron Golem alapból többet dob az IG. Nevezzük IG-nek, mert az rövidebb. Szóval az alapból többet dob, ugye vasat,
mint egy creeper, ugye puskaport. Szóval nincs újra beszélni. Ugye zombi, skeleton spawner, ezekkel is lehet próbálkozni. Szóval nem mondom, hogy nem lehet próbálkozni. Én még nem teszteltem, szóval lesz egy sorozatom, mint mondtam. A héten szerintem talán vasárnap el fogom kezdeni, de nem ígérek inkább semmit, inkább hétfőkedre terveztem az első részt, és akkor ott szépen lassan elkezdik a gazdaságot megépíteni. Szóval nem tudom, hogy miért olyan nehéz pár embernek megérteni, hogy nem csak az IG spawnerek léteznek az égvilágon, nem, képzeld, van 100 féle spawner, 13 pontosabban, és van itt még a növényes, amit senki nem néz meg, szóval kaktusz van, hú, ez a gocsasz, ott az micsoda. Hát felépítesz tesóm egy egész terknyi kaktusz farmot, elmondom neked, hogy többet fog termelni, mint 10 darab IG spawner, most mondtam valamit, és olcsóbban is fogsz kijönni. És kaktusz farm az minden itt van, szóval a... Hol voltunk vele? Assassin. Tudsz venni... hogy hívják ezt magyarul, nem jut a szembe. Mindegy, stringet tudtok venni. Nem pókháló. Fonál, mindegy. Tök mindegy, tudtok ilyet venni, tudtok kaktusz venni, és itt a... Itt tudtok venni homokot. 1000 darabért, amit nagyon olcsó. Szóval fogjátok és meg tudjátok építeni saját magatoknak ezt az egészet. Nem, ti inkább sírtok. Nem mindenkinek szól, inkább azoknak, akik sírnak. Hogy ja, IG spawner így úgy amúgy. Ja, és a milliárdosok sírtak egyébként, akiknek már tele van IG spawnerrel. Szóval ez nevetséges, hagyjuk már. Na mindegy. Bányász, menjünk a bányászhoz. Ugye van a munka, van a bányász munka. Na a bányász munka az a legjobb szerintem kezdésnek, szóval tényleg annál nincs jobb. Azzal fogjátok, elkezditek, és akkor utána majd mehet a kaktusz farm. Szóval vagy a kaktusz farm egyből, vagy bányáztok egy kicsit, és akkor utána a kaktusz farm, ugye? Vagy mind a kettő közbe-közbe, ugye? Na mindegy, igazából itt lehet látni, a dia az feljebb ment jóval, vagy nem, lejjebb ment egy kicsit, 19 000-re, szóval ez egy kicsit balancelve lett, 25 000, a vas ugye, amit nagyon sok ember szít, hogy jaj, hogy mertem, 6 000 ugye, a arany az 7 500, a szén az 400, ja, és mindegyiknek ugye lett egy blokkja, és el lehet adni már az ércet is, ugye, mert akik bányásznak, mondjuk nem akarják kisütni, nem akarnak hazamenni, egybe le akarják adni, olcsóbban, viszont el szeretnék adni. Szóval akkor itt van rá lehetőség. Igazából itt, amit még nem néztünk meg menő, az az építészet, ugye, de hát igazából itt nincs mit nézni, lehet izé spongyabobot venni, elég drágáért. Ja, igazából és akkor itt mindent lehet venni szerintem, ami kell egy túlélő szerverhez, és még amúgy lesz egy clay bolt, szóval lesz ugye egy gyapjú, és akkor lesz még egy agyagbolt, ahol már tudjátok az agyagblokkokat lehet megvenni, mindegyik szint. Na mindegy, szóval itt elmagyaráztam az alapokat ugye, aki eddig nem jutott el, a sajnálom, akkor ne is folytassa. Ugye tudtok minden nap szavazni a szerverre. Ugye, 5-ször. Szóval tudtok, jelenleg nem működik, tudom, jelenleg nem működik, nem kell kommentelni, este meg lesz oldva. Szóval, ahogy lehet látni, itt lehet jó pár dolgot nyitni, ami hasznos ugye számunkra. Ja, nyitott izé, jó. Meg ez lesz majd még változtatva. Ja, és több láda lesz. Nem hiába van itt kettő hely még. Itt, ez a kettő. Szóval ide nincsen kirakva, de ez már tuti, hogy meg lesz ez a láda. Na mindegy, és akkor itt egy Harris Crate, ugye, és akkor tudtok spawnert nyitni, ha mondjuk nem akarjátok megvenni. Itt a Dallas, ami egy kicsit át lett változtatva az elmúlt időben. Ugye van Flyog, van dupla munkaerő igazából, és tudtok Harris Crate kulcsot nyitni, ugye, ami meg hát a legjobb kulcs a játékba jelenleg, ugye. Szóval, ja. De és akkor ugye sok ember még mindig sír, hogy jaj, semmi gazdaság nincs a igény kívül. Lesz még lesz. Főleg egy olyan dolog lesz behozva egyébként. Szerintem még a mai nap folyamán, nem tudom. Hogy, ja meg vissza lesz hozva az, hogy stackelődnek a mobok, viszont máshogy lesz visszahozva, olyasmi szinten lesz visszahozva, mint a skyblockon, hogy gyorsabban halnak meg, úgymond. Szóval nem egyesével halnak meg, hanem egy átlag hal. Nem, ezt nem tudom elmagyarázni nektek. Az a lényeg, hogy gyorsabban halnak meg, mint egy, mint a stackelődne az összes, vagy nem tudom, hogy mondjam nektek. Mindegy. Az a lényeg, hogy
Be lesz ez téve, azért is, mert le lett véve amúgy a korlát. Teljesen le lett véve, és akkor ehelyette ez be fog következni, és ezzel viszont úgy, hogy gyorsabban fog spawnolni a mobok, ugye, ami jó, jó dolog. És igazából a negatív oldala nincsen. Szóval jó, meg kell építeni a spawnert, a... Hát a... Ahol tudjátok, hogy leszpawnolodnak, szóval maga a spawner házat úgymond. Jól meg kell építeni, és akkor működni fog ez a mobstack dologra. Hogyha nem tudjátok megépíteni normálisan, akkor meg nem a rendszert kell hibáztatni, hanem át kell módosítani egy kicsit. Szóval, ja, amúgy lol mennyi fódiás van itt. Na mindegy. Következő dolog, ugye amivel lehet pénzt szerezni, ugye sok munka, ugye van háromféle munka, és mob arénába is be lehet igazából menni, és ugye itt van egy pár ötlet, de viszont amiket felsoroltam, azokkal kezdetek valamit, és akkor onnan már tudjátok, hogy merre lehet menni, és majd lesz hamarosan kaszinó a szerveren, szóval tudtok kaszinózni, amivel vagy hát elbasszátok a pénzt szó szerint, vagy nyertek, igazából ez a kettő lehetőség van. Na mindegy, 11 perces lett a videó, nem szerettem volna hosszabbra, elmagyaráztam mindent így gyorsan. Ha nem volt valami érthető, akkor írjatok egy kommentet, és akkor nyomjatok egy lájkot, hogyha várjátok a 100 milliárd a tétet, és higgyétek el, jó az a gazdaság, csak meg kell tanulni használni, és nem az IG spawnerekkel kell egyből mindent csinálni, mert az inkább a late game, szóval az a late game, nem az elején kell kezdeni a IG spawnerezés. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel!